Ezt ma nem kell használjuk. Na, sziasztok! Megjöttek a képregények, két rendben jöttek, és már kibontottam őket különböző okok miatt. Kíváncsi voltam, hogy egy képregény ott van-e, és akkor megmutatom, hogy mi jött természetesen. Az első, ami érdekes, és amit én imádok, az a Blade Runner Tokyo Nexus. Nem tudom, hogy még milyen, most fogom elolvasni. Sőt, a Blade Runnernek az előző sorozatját, a 2039-et most fogom befejezni. Jövő héten arról lesz egy videó. The Uncanny X-Men. Az új sorozat, tehát egyes szám. És ebbe bele is lapozok. Csak hogy mutassam meg, Gail Simone az írónő, akiről már beszéltem más videóban, most tudjátok, hogy szeretem. És David Marquez a rajzoló, akit nagyon szeretek, annól még a Justice League-ben szerettem meg. Gail Simone, David Marquez. És nekem mint rajzolás nagyon bejön. Mint sztori is bejön, de két szót majd mondok róla, amikor jön az a bizonyos videó, hogy mit olvastam az elmúlt periódusban. Blade Runner Tokyo Nexus 2-es szám. Mi kell megfordítani. Action Comics 1068-es szám. Folytatódik, amit a múlt hónapban elkezdtem. Ezt is majd bemutatom. X-Men, 3-as szám, egy J. Scott Campbell borítóval, Phoenix, kettes szám, Ultimate Spider-Man, 8-as szám, és ebből lehet nem mutattam meg, de ebből az Ultimate Spider-Manből a 7-es szám is megjött, de be lesz mutatva külön. Doctor Who, The 15th Doctor, a 15. Doktor, 2-es szám, és mind ahogy tudjátok, a Doctor Who képregényeket szeretem általában fotóborítóval, vagy fotorealisztikus borítóval rendelni. Az X-Men 2. száma, szintén egy J. Scott Campbell borítóval, és az X-Faktor 1. száma. Nagyon szeretem az X-Faktort, kíváncsi vagyok, hogy ez milyen lesz. Másképp szerintem Greg Land-e kicsit AI-t használt, borítót generálni, és utána rárajzolt. Nézzétek meg Havoknak a kezét. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Valami nem oké. Kicsit elrontottam. Fall of the House of X és Rise of the Powers of Ten, így kell olvasni. Ezt be is belelapozunk. Ez gyakorlatilag egy jó vastag kötet, és a Hickman X-Men érának a befejező története. Nem olvastam még el, nem tudom pontosan, hogy hogyan fejeződik be. Rendkívüli kíváncsi vagyok, és igazán Hickman élet, úgyis külön videóban mutatom be. Amíg eljutunk ehhez, ez a harmadik videó lesz, még azelőtt lesz két videó. Valamikor szeptember-október folyamán meg lesz a harmadik videós, aztán hamarosan a negyedik, és akkor a jövő év elején az ötödik, így tervezem, aztán meglássuk, Rasputin. Nos, kíváncsi vagyok, hogy hogy lesz vége a sztorinak. Még meg kell egy kötetet szerezzek, amit szeretnék, hogy meglegyen. X-Men Epic Collection, The Gift, ez is jó vastag. És ebben az az érdekes, hogy benne van egy halomány X-Men történet, amit a magyar X-Menekben a 90-es években már megkaptunk.
csak itt Epic Collection-ben egy kicsit feljavítva a grafika, mert az Epic Collection-ek mindig úgy jönnek ki, hogy remastered grafikával. Például ez a szám is benne volt a magyar X-Menben. Az Epic Collection vonalról majd külön fogunk beszélni a későbbiekben. Még nincs sok belőle, és az utolsó erre a hónapra Magic the Gathering, egy keménykötéses kiadás, jó vastag. Magába foglalja a Boom Studio-nál megjelent Magic the Gathering sorozatoknak az első évét, ha jól tudom, 2 évig volt náluk a licenc, 2,5 évig, és 2 kötetben fogják kiadni ilyen vastag kötetben, és ez az első felét tartalmazza. Egy szó szerint fantasztikus univerzum, tehát fantasy képregénysorozatról van szó. Nagyon szerettem, felét megvásároltam fizetekbe, és aztán úgy döntöttem, hogy akkor megvárom a speciális kiadásokat, és szerencsére nem kellett sokat várni. Jövő évtől a Magic the Gathering license átkerül a Dark Horse Comicshoz, és ők fognak kiadni új sztorikat. Jövő év augusztusában kezdik, ha jól emlékszem a bejelentés alapján. Addig maradunk ezekkel, és ezek bemutatásra fognak kerülni. Szóval ennyit erre a hónapra. Remélem tetszik, mire vagytok kíváncsiak. Hamarosan nagyon sokat ezekből be fogok mutatni, a többit pedig lassan majd a következő hónapok folyamán. Dobjatok egy lájkot, hamarosan találkozunk. Sziasztok!